Június 4-én két pón egy ős bemutatóval emlékeznek Trianonra. Mi lesz ez az előadás? Hát az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál főszervezőjeként megkerestek az előadók, hogy 6 éve megírtak egy darabot, és ennek a darabnak az előadását nem tudták eddig sehol megtenni. És úgy gondolták, hogy miután mi tavaly átadtuk a Történelmi Magyarország Emlékparkot, ebben az emlékparkban mi egy bátor és tetrekész rendezőgárda vagyunk, meg fogjuk tenni azt, hogy bemutassuk. És hát megmondom őszintén, hogy a téma miatt, és az miatt, hogy ehhez a helyhez illik, minden nehézséget vállalva azonnal igent mondtunk erre a dologra. Én fölvállaltam a fővédnöki tisztet, és hát természetesen segítek a szervezésben is nyilvánvalóan, hiszen ez egy fontos dolog számomra. Így június 4-én, 21 órakor ősbemutatóra kerül sor. A Trianon az Ígéret című darabnak az ősbemutatója. Meg kell mondjam mindenkinek, hogy aki oda eljön, és egy kis nemzeti érzület van benne, az nagyon-nagyon komoly és szép érzelmeket fog átélni, és a végén szerintem elégedetten fog távozni a darabról. Egy olyan produkcióra készülünk, amiért biztos, hogy Szolnok megyében, vagy itt a környékünkön még nem láttak. Tudják, hogy mi az István a királyt is előadtuk nálunk ott a Domnál. Az előadásra szintén ott fog sor kerülni. Deme Gábor rendező úrral, amikor kimentünk a helyszínre, rögtön a Dombot választotta. Hatalmas technikai előkészületek vannak, tehát itt a fényjátékoktól kezdve sok minden lesz. Én nyugodtan merem mondani, hogy bár volt nálunk már az István a király, volt a Vazulvére, de ez mint ősbemutató, ez egy olyan egyedi produkció lesz, amit valószínűsíthetően, bár reményeink szerint nagyon sokszor be fogják ezt a darabot mutatni Magyarországon, de így sehol nem fogják tudni bemutatni. Tehát ez az este lesz az, amikor az ősbemutatón úgy kerül előadásra, hogy valószínűsíthetően soha többet nem tudják pontosan ilyen, hogy mondjam, technikai előadással előadni, ráadásul mindenhol nem, hogy ez a helyszín, ez maga is egy spirituális és nagyon fontos helyszín, hiszen a Történelmi Magyarország Emlékpark, azt soha ne felejtsük el, nem véletlen került oda, ahova került, azért került oda, mert egy szibériai tuva sámán azt mondta, hogy ez egy szent hely, és tartott ott egy olyan szertartást, amiben elmondta, hogy mit építsünk oda, és mi ezért építettük oda azt, amit építettünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy a hely és ez a darab, ez teljesen össze fog nőni. A darabot, az összes szerzőjogát, mindent megvásárolt az önkormányzatunk, és pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez hozzánk való ez a darab, és abban bízunk, hogy nagyon sokan fognak eljönni, nagyon sokan érdeklődnek a darab iránt, és nagyon sokan fogjuk aznap este együtt jó magyarnak, nagy magyarnak érezni magunkat, és együtt fog dobbanni a szívünk azért, hogy az, amit a történelemben a emberi kezek szétszedtek, azt a Jóisten előbb-utóbb egyszer újra egyé varázsol, de legalábbis a lelkünkben ez a nemzet, a nemzeti összetartozás napján biztos vagyok benne, hogy ott azon a helyszínen egybe fog forni. Az Európai Uniós támogatási rendszereket figyelembe véve 2014-től új finanszírozási korszak indult Magyarország életében. A kormány igazodva a változásokhoz vidékfejlesztési program 2014-2020 néven megalkotta a mezőgazdaság számára az új fejlesztési rendszert. A Széchenyi 2020 program keretén belül a vidékfejlesztési program a vidéki kistelepülések, területi gazdaság fejlődését, a civil szervezetek, mezőgazdasági vállalkozások, illetve az egyházak céljait hivatott megvalósítani. Az összbüdzsét tekintve a vidékfejlesztési program közel 12,3 milliárd euró támogatást kap. A vidékfejlesztési program legfontosabb célja a tudásátadás, innováció, kutatásfejlesztés, a kisüzemek fejlesztése, a különböző szaktanácsadási rendszereknek a bevezetése, illetve a legfontosabb feladata a kézigényes, manuális ágazatoknak a fejlesztése, lásd például állattenyésztés, élelmiszerágazat, illetve a kertészet. Ezekhez a változásokhoz alkalmazkodva a miniszterelnökség égisze alatt működő Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is teljesen új arculattal, egy felfrissült lendülettel állt fel.
értjük ez alatt a teljes arculati váltást. Megújult a Facebook oldalunk, ha valaki a keresőbe belép, akkor a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot így egybe beírja, talál az oldalunkra. Ennek a legfontosabb jellegzetessége, hogy a minden megyében dolgozik egy-egy területi felelős kollégánk. Ők napra kész információkat helyeznek fel a Facebook oldalainkra, tehát akár megyei szinten is kereshetők események, illetve fontosabb pályázatok. Megújult a honlapunk, amely a szervezetünk nevéből adódóan mnvh.eu. Nagyon fontos, hogy nem hu, hanem eu a vége a honlapunknak, tehát ezen a weblapon vagyunk elérhetők. Könnyen, egyszerűen lehet regisztrálni, a honlapra lépve a felső ikonsorba találják a regisztrációt. Mindez azért nagyon fontos, mert bárki beléphet a rendszerbe, és mindezt ingyen teheti meg. Havi rendszerességgel kapnak a regisztrált tagjaink hírleveleket. Fontos változás még, hogy a 11/2016-os MVM rendelet határozta meg az új Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését. A hálózatunk ehhez igazodva a cselekvési tervét is megváltoztatta, új elnökség, új tanács állt fel, illetve a referensi vagy területi felelős hálózat is új tagokkal bővült. Tehát Törökszent Miklós és kistérségében élő és működő mezőgazdasági, civil, egyház és önkormányzati szervezeteknek is ingyen tanácsadást nyújtunk, hogy keressék bátran szervezetünket, illetve területi felelős kollégáinkat. Mióta működik Törökszent Miklóson a befogadlak? Maga az alapítványunk már több mint harmadik éve működik. Itt ezen a területen 2014. január óta vagyunk itt. Jelenleg 140 és 150 között van a telepen lévő kutyák száma, emellett még ideiglenes gondozásban legalább 5-10 kutyánk van. Hányan foglalkoztok itt a kutyákkal, illetve említetted, hogy házaknál is vannak kóbor állatok. Mennyien dolgoztok az egyesületben? Napi szinten, akik a telepen vagyunk, az 2-3 fő, emellett ugye nyilván aki munka mellett vagy nyugdíjasként ugye tud jönni, az még ilyen plusz 2-3 fő. Hétvégente hál' Istennek azért már a srácok és tinik is egyre jobban jönnek a sétáltatásra, úgyhogy telepen lévő 2-3 fő, és akkor amúgy még egy ilyen szerintem 10 fővel számolhatunk. Ennyi kutyának bizonyára gondot jelent biztosítani a napi szükségleteit. Milyen forrásokból tudtok működni? Hát ugye már az önkormányzattal nem kapjuk meg a gyepmesteri telepek vagy telep miatti szerződéses összeget, úgyhogy emiatt már csak adományokból tartjuk fenn magunkat. Leginkább az 1%, amiből gyakorlatilag most is élünk. Emellett ugye van a havi gyűjtés, abból is azért hál' Istennek bejön néhány 10 000 forint, illetve akit mondjuk adományoznak. Mennyi összeg szükséges ahhoz, hogy ezek az állatok tényleg megkapják azt az ételmennyiséget, amire szükségük van? Hát én úgy mondom, hogy 200-250 ezer forint per hónap, hiszen heti szinten 50 ezer forintot költünk csak a tápra. Hál' Istennek konzervadományokat szoktunk kapni nagyobb szervezetektől, úgyhogy arra hál' Istennek így nem kell költeni. Emellett ugye az állatorvosi kiadások, ami még nagyon sok, és ugye így is mindig spórolunk, mert a legolcsóbb kaját vesszük, ugye tényleg csipeltetést is olcsóbban kapjuk, de még így is azért egy 200-250 ezerre számolni kell. Mennyire lojálisak az emberek a menhelyhez? Én úgy gondolom, hogy eléggé, mert ugye szoktunk az egyik áruház előtt havonta a gyűjtéseket szervezni, ott is aki teheti egy-egy konzervvel, van aki többel, van aki rendszeres támogatónk is. Ugye nyilván vannak olyanok, akik adományozni nem mindig tudnak, ők kijönnek, sétáltatnak, osztják Facebookon a kutyáinkat, hirdetik, hogy a gazdikereső kutyák ugye minél hamarabb gazdihoz jussanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre többen, ugye nagyon sok követőnk van már Facebookon, és nem csak a városban, hiszen van, amikor 200 kilométert utaznak el egy-egy kutyánkért, úgyhogy sokan szeretnek, hál' Istennek minket. Az örökbefogadási kedvről is ejtsünk néhány szót. Mennyi kutya tud gazdára találni mondjuk egy hónapban? Hát ilyen statisztikát nem nagyon lehet mondani, mert ugye kutyázik, azt tudja, hogy jó időben jobban viszik a kutyákat. A tél az nagyon rossz volt, ilyen szempontból volt, hogy 2 hétig nem ment el kutya, most meg már ugye jó időnek köszönhetően valamikor hetente 3 is elment, akár egy-egy vasárnap. Mi ugye nyilván minden egyes gazdához adásnak nagyon örülünk, ilyenkor tudunk leginkább helyeket felszabadítani, kicsit jobban viszik mondjuk. Különböző rendezvényeken is megjelentek, ezt miért tartjátok fontosnak?
Elsősorban azért, hogy minél több gazdiskutyánk legyen, hiszen minél több gazdiskutyánk van, annál több kutyát tudunk ismét behozni a telepre, elhelyezni, megmenteni. Emellett ugye nyilván mivel adományokból érünk, azzal is számolni kell, minél többen ismernek minket, minél többen megismerik a munkánkat, és tényleg tudni fogják, hogy megbízható helyre adják akár azt az egy konzervet is, vagy az 5000 forintot. Az is, arról nem is beszélve, hogy fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat is neveljük a felelős állattartásra, mert ugye itt is van 11 éves kisfiútól kezdve 17 éves lányokig, akik azért tényleg megtanulnak itt dolgozni, meg a kutyákkal, állatokkal bánni. Mennyire ellenőrzitek azt, hogy a kutya, akit örökbe fogadnak, az jó helyre kerül? Van, amikor a problémamentes kutyákat például azonnal el lehet vinni, de mindig szoktuk mondani, hogy utóellenőrzésre számolni kell. Amelyik például tudjuk, hogy problémás, mert szökős, vagy mert mondjuk másik kutyával agresszív, gyakran ki szoktunk menni előtte házhoz. Nyilván ugye anyagi vonzat ez szokott lenni az örökbefogadásnak, ezt elmondom, 5000 forintot szoktunk legfeljebb elkérni. Nyilván nálunk egy kutya ennél sokkal-sokkal többbe kerül, főleg, hogyha valami miatt műteni is kellett, vagy az orvosi költségek nagyobbak. Én úgy gondolom, hogy ez az 5000 forint nagyon kevés egy teljesen rendbe tett kutyáért, de aki például ezt se fizeti ki, mert úgy van vele, hogy inkább a szomszédból ingyen kutyát szerez, az már eleve meg szokta osztani a dolgot, és akkor nem kell miről beszélnünk. Aki szeretné támogatni az Egyesületet, vagy örökbe fogadni egy állatot, hol kereshet titeket? Facebookon is fent vagyunk, illetve ugye itt a telepen minden vasárnap szokott lenni a 10-től 12-ig tartandó nyílt napunk. Mi ezt a napot szoktuk leginkább mondani, mert ugye akkor jobban ki tudja vinni, sétáltatni akár 5-10 kutyát is, most mondom egy számot. Leginkább itt weboldalunk is van, de ugye át időhiányában nem mindig szoktuk tudni kezelni, úgyhogy Facebook, napi szinten telefonon, e-mailt is tudnak nekünk írni a befogadlakalapítvány@gmail.com-ra, úgyhogy ezek az elérhetőségeink. We'll be right back.